két dolgot szeretnénk most megoldani. Egyrészt a téli gumikat nyári gumira cserélni, másrészt a kéziféket beállítani, mivel teljes behúzás esetén ez a kerék teljesen fog, a másik pedig teljesen lazán forog még. Úgyhogy ezt a helyi állító csavarral, aminek elvileg automatán utána kellene állítania, azt a helyi állító csavarral be fogjuk állítani, hogy a két fék kézifék behúzásakor egyszerre fogjon. Álljunk neki! Ez a csavar rögzíti a fékdobot, amit most egy kicsit megrosdaoldózunk, és egy T30-as kulcs segítségével kicsavarjuk ezt a csavart, és leemeljük a fékdobot. Egy kis sűrített levegő segítségével megtisztítjuk ezt a fékrendszert, mert most bármihez nyúlunk, tiszta, fekete, por minden. Megnézzük, hogy ez annyi milli és méter. Hát, picit több mint 3 mm, az ugye biztos, hogy kevés. Ez majdnem 5 mm. Hát igen. Nem szép, de ez van. Ez a rész, ahol itt kívánunk dolgozni, még egy plusz takarítást kap. Mert ez lenne az automata utánállító, azért ilyen rugós, és ez a csavar, ez ugye tekeredik, amivel a fékpofát nyitja, illetve zárja. Megnézzük a másik oldalon is a kopottságot, mert ez a 3 mm, ez pont csereidő. Elvileg lenne benne valami fém lemezke a szélén, ami a kopáskor nyikorog, de én ezt nem látom. Hát ugye itt szó nélkül forog, de még akkor is, ha be van húzva a fék, úgyhogy bele fogunk nézni. Érdekes kis nyikorgása van. Ugye megnézzük, hogy mi ez. Kis gyanús nyikorgás. Adunk egy kis rozsdaoldót a csavarnak, bár nagyon jó állapotban volt a túloldalon is. Lehet, hogy itt is szerencsénk lesz. Tehát egy T30-as Torx. Ó, nagyon jó, könnyen jön. Pumpás, és most a fék tárcsa és a rugó eltörve. Ez volt itt a nyikorgás, kérem szépen. Ho-ho-ho, ez igen. Mi ez itt, kérem? Ha, azt a mindenségét neki. Letört az a kis kampó. Ez most itt nem jó hír. Ez igen. Rugó az még elfogadható, egy picit megcsiszolódott. Úgy tűnik, hogy eltörve nincsen, csak kiakadt az eredeti helyéről. Azaz, innen. Na, itt kellene ott ugye bent lenni. És kiakadt, ezt vissza kell tenni. Tulajdonképpen ez ide így vissza is akasztható, tehát olyan nagy baj nincsen, csak hát azért érdekes, hogy ez így kiakadt. És ez a feszítő csavar, ami a pofákat szétfeszíti, illetve összehúzza. Ez itt már teljesen be van csavarva, az azt jelenti, hogy kicsavarni még tudjuk. Nem probléma. Au! Csak nem kézzel. De mi volt ennek
a célja, ezt majd meg, mindjárt megnézzük. A rugó az ugye ott volt, meg ott, de ez micsoda, ez mindjárt a másiknál megnézem. Tehát kiakadt nekünk ez a kis automata szabályzókarunk, ami azért történhetett meg, mert hogyha ezt a távtartót ugye így billegtetjük, akkor ebben a fölbillentett pozícióban ez simán ki tud innen akadni. Úgyhogy ezt most konkrétan lenyomjuk ide, hogy beakadjon ez az automata feszítő. Visszaakasszuk ezt a rugót, ami ezt a léptető vasat a helyén tartja. Úgy kell visszaakasztani, hogy ez a kampó belülről jöjjön kifelé. Beakasszuk először ide föl. Valószínű nekünk most az ideális szerszám ez a görbe csörrűfogó lesz. Aha, beakadt. Beakadt, de nem eléggé. Hopp, most jó. Most jó, teljesen átbújt ezen a lyukon. Ez itt feszít ki lefelé, és ez most már így hiába fordul le föl, már nem akad ki. Tehát ez a rugó ez nem lehetett rendesen beakasztva, és azért akad ki. Megnézzük, hogy hogyan működik. Ugye így egyet leléptetett. Még egyet. Láthatóan ugye fordítja ezt a tekerőt. Túlságosan kiemel a fék, akkor ez már léptet egyet rajta. Így működik. Rendben van. És ugye ez a vas pedig arra szolgál, hogy itt rugóba elakadjon, és ne forogjon el minden, hanem csak ez az anya.